Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás tegfél sorát, rákattintani linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket sorsolni. Na jó mindenkinek, sziasztok srácként, de ők is ígmétünk egy következő videóban, csőcső! Hello mindenkinek, nos! Ebben a videóban nem más lesz, mint egy új állást találtam magamnak, ami szerintem tökre király és úgymond egy kicsit egyszerű is. Annyi a lényeg, hogy én egy ilyen kis átváltó vagyok úgymond, vagyis hát igazából kisért csináltuk ezt a kis bizniszt. És átváltók vagyunk, és annyi a lényeg, hogyha ide jön hozzánk egy falusi, és valamilyen ezt át akar mondjuk váltani, tehát tegyük fel, hogy egy gyémántot, vagy kettős maragdot, vagy aranyakat, tök mindegy, akkor még igazából segítünk neki átváltani, tehát tök mindegy igazából, hogy mit akar átváltani, mi úgymond segítünk neki valamire átváltani, amit úgymond így ér. Szóval ja, nagyjából igazából ennyi a munkánk, és kb. Várni kell az embereket, meg itt lent majd lesz egy eléggé király pénzszerzési cuccunk, majd megmutatom, hogyha esetleg elfogynának az ércek. Na de akkor szerintem várjuk is az első vásárlóinkat, vagyis embereinket, akiknek kell segíteni, hogy hát igen, itt van szokásan kis, őt mindig el kell mondani, mert hogyha nem mondom el, akkor mindig megsértődtök, meg ilyenek, vúf, így is van. Na! Szóval! Várjuk, hogy valaki szépen jöjjön, és akkor talán meg is tudom nektek mutatni, hogy ez hogy működik. Ó, jön is valaki. Hello, szia, gyanús falusi, cső. Adjon Isten, hello. Jó napot, hogy milyen segíthetek? Mi lenne az, amit vásárolni szeretne, vagy át szeretne úgymond váltani? Azért vagyunk ugye át így. Várjon egy picit, jó-jó. Ja igen, igen, itt vannak leírva a dolgok, itt lehet adakozni a rászorulóknak, hogyha valaki akar itt középen. Ja, én amúgy mindig szoktam így adakozgatni, így néha, hogyha van ilyen visszajáró, meg így akármi. Na! Gyanús falusi, amúgy azt nektek is elmondom, hogyha amúgy egy boltba mentek és van visszajáró. Szeretnék 260 szenet egy gyémántra, oksa. Ó, adja is a szenet. Szóval, ha mentek boltba és még van, kaptok valami visszajárót, vagy bármi, azt én általában például, hogy beszoktam dobálni, ott van, szoktak általában ilyen perselyek lenni, mondjuk Mekibe, meg ilyenekbe, oda amúgy simán be lehet dobálni a cuccokat, és akkor ugye a rászlóknak szokták azt gyűjtögetni. Azt például én ajánlani tudom mindenkinek. Na, itt is van amúgy a cuccod. És igazából, ja, ennyi, ahogy látom, ő adott 264 szenet, én adtam neki egy gyémántot, és igazából ennyi. Meg is van a dolog, ezt pedig ő ide rakta be. Oké, és na! Meg is vagyunk ezzel, és akkor várjuk is szerintem a következő ügyfelünket, remélhetőleg még azért lesz pár ügyfelünk, és nem fogunk munkanélkül maradni, de hát kétlem, hogy munkanélkül maradnánk. Szóval, ja, viszont majd lehet, hogy kéne odaugorni a Kovácshoz, megnézni, hogy van-e nála valami érdekes dolog. Vúf, gazdagok leszünk, hát, ja igen, egyszer talán gazdagok leszünk. Na! Várjuk szépen akkor a következőt. De szerintem a következő vendégünk után, vagyis, ja úgymond vendégünk után, szerintem megyünk is izélni. Megyünk is a Kovácshoz benézni, ott is van. Gyanús valósi, amúgy hányszor jön még el? Hello, megint, te nem voltál itt az előbb amúgy? Jó napot, te nem az előbb voltál itt, vagy valami? Nekem úgy rémlik, azt hiszem. Te már az előbb itt voltál, de oké, hát akkor visszatért, úgy tűnik. Rendben, akkor mit segít, miben segíthetek, hogyha már így itt tartunk, meg ilyenek? Akkor, gondolom, hogy megint át akar ugye valamit váltani. Kettős maragdot szeretnék egy gyémántra? Oké, jó van. Jó, oké, akkor kettős maragdot egy gyémántra, így is van, tessék, parancsolj! Na! Királyság amúgy, ja, király. Nagyszerű, jó van, srácok, ahogy látom, akkor tökre meg vagyunk, de amúgy odaadtuk neki a gyémántot? Odaadtuk, azt hiszem. Jó van, reméljük, hogy odaadtuk. Hát a rohatús kivesszük, mert az úgyse jó, az berakunk neki ilyeneket. Na, jó van srácok, ezzel is meg mi gyorsan ugrunk a Kovácshoz, mert izé, várjon, jaj, visszajön, oké, akkor nem ugrunk el a Kovácshoz, akkor várunk, igen, mondja falusi, igen, adott kettős maragdot megint, nem adta ide, ja, nem adtam oda, várjon akkor, tessék, itt van, jó van, akkor úgy tűnik, hogy egy kis baki akadt, na mindegy, jó, akkor nincs mit, akkor addig gyorsan ugrunk a Kovácshoz, aztán, ja. Aztán megnézzük, hogy ó, itt van vas, meg ilyenek. Meg kettő vaskard. Hú, királyság, na! Jó, akkor én egyből vissza is megyek. Mit csinál? Mit csinál a gyalus falusi? Mit csináltál? Semmit nem csinált. Oké, megyek, szia! Szia!
Wow, elkezdett, belenézett a ládámba. De semmit nem vett ki, meg semmi. Érdekes, nem mindegy, a vaskadót magamnál tartom, mert az még jól jöhet. Wow, oké, belenézett a lámba, de amúgy azért wuf, a sushi, tessék, kis adok kaját persze. Na, jó van, akkor várjuk megint a következő megrendelőt, következő embert, aki fog jönni. Aztán remélhetőleg minél hamarabb itt lesz, aztán nem fogunk nagyon unatkozni. Nem hiszem, hogy megint ő jön. Hát kiégek, miért jön ő megint? Szia, csá, na? Na mi a helyzet? Mit szeretnél? Jó napot, hello! Na, mesélgetitek már megint harmadjára. Wow. Semmi izé nincsen. Igen. Semmi új ember nem jön, úgy tűnik. Na mindegy, csak fognak jönni. 60 gyémit akarok? 60 gyémántot? Az legalább, az, vagy a 30, bocs, félre izéltem, az igen, 35 az írva. 30 gyémántot, az 60 smaragd, igen, az 60, nem, az, ja, 64, még ad bónuszt is, jó. Nincs annyim, szóval mindjárt jövök, várjon meg itt, mindjárt visszajövök, aztán izé, odaadom önnek, csak kell szereznem akkor annyi gyémántot, okés, na! Szerjünk neki addig gyémántokat, srácok. Itt van ugye lent a gyémánt bánya, meg ilyen nagyon durva bánya. Ezt akartam nektek megmutatni, iszonyatosan nagyon menő, hogy mennyi érc van itt, meg minden. Rettentő nagyon sok van, szóval itt higgyétek el, hogy bőven fogunk izélni. Amúgy kapunk lucky blokkokat minden egyes ilyen cucc után. Jó, ezt nem fogom én most szerintem kiüt, vagy kiüssem. Kiüt, mindegy, nem kapok semmit, jól van. Na, 30 gyémántot kell összegyűjtenünk a csávónak. És igazából azután szerintem meg is leszünk, szóval... Ja, annyira nagyon nem kell igazából sok, el leszünk egy pár perc alatt, szerintem lazán össze fogjuk szenni ezt a sok gyémántot. Tehát itt egy óriási egy ércbánya van, ezért csináltak úgy meg kissel ezt a cuccot, mert itt rengeteg cucc van, és akkor gondoltam, hogy akkor már úgy segítünk cserepbe élni, úgymond így az embereknek. Mindenféle ércekkel, meg ilyesmikkel, és szerintem tökre menő, hogyha úgy vesszük. Nos, 20 gyémánt még kell egy pár, mondjuk fenn a chestbe is volt, de akkor már szedjük össze szerintem mind a 30-at. És nem kell akkor, hogy szerintem szenvedni meg semmi. Aztán, ja, oké. Amúgy, hogy tetszik a videó, akkor nyugodtan dobjék egy lájkot, azt ugye mindig lehet dobni, hogyha valami tetszik. Jó, ezt a hármat kiszedjük, meg minden, és jó, meg is vagyunk. Na, merre kell felvenni? Erre kell felvenni, jó. Na, zúzzunk is szépen felfele, megünk a gyémántokkal, és akkor ezt 64 smaragdra cseréljük el, úgy tűnik, ami tök király. Szóval, ja, reméljük, hogy vissza is fogja hozni szépen ez az árát, meg úgy igazából mindent, szóval... Ja, mi van itt? Mi a? Nem már! Mi a? Felrobbantotta a standomat! Ne szivassatok! Felrobbantotta a standomat! Nem már! Hát, behalok! Na jó, meg kell keresnünk, vissza kell szereznünk az érceket, és el kell kapnunk alapból. Meg kell kérdezni egy falusit, hogy nem látta, hogy valaki merre ment. Erre nincsenek falusiak? Merre vannak falusiak? Jó, őt megkérdezzük. Hello falusi, nem látod esetleg, hogy volt egy ilyen fekete csukjás, ilyen cucc, vagy ilyen fejkendős, arckendős falusi, aki úgymond gyémántokkal szaladgált valószínűleg, és ellopta a cuccemet, nem látod, hogy merre ment esetleg? Nagyon jó lenne, hogyha tudnál rá válaszolni, nem sajnos, nem? Hát csodálatos, de mindegy. Jó, kérdezzük meg több embert, ők talán látták, hogyha erre felement. Hello, szia, esetleg nem láttad, hogy merre ment egy ilyen fekete csukjás falusi? Szia! Nagyon fontos lenne, mert kirabolt és elvitte az utcaimat, nagyon fontos lenne megtalálni. Mert felrobbantott az egész standomat, meg mindent. Jó lenne, hogyha tudnál nekem segíteni. Kérlek, léci, talán. Menj már innen, piszok, kölök, nem kapsz a répából. Milyen répa? Istenem. Hello, szia! Elmondtam az előző falusnak, hogy mit akarok, hallottad, biztos vagyok benne. Merre mentem? Látod esetleg az a csukjás falusi? Kérlek, hogy tudsz nekem segíteni. Kérlek szépen, légy cilagás, legalább te segíts! És te, izé, küldj el meg ilyenek, meg ne legyél ilyen, izé, gonosz velem. Üdv, hello! Tudsz akkor esetleg segíteni? Amit ugye előbb elmondtam. Kedves izé, én a te idődben még az udvaron szaladgáltam. Jó, oké, légy szíves, segíts, merre ment az a falusi? Merre ment az a falusi esetleg? Nem láttál semmilyet? Nem már. Ó, Istenem, hogy senki nem segít. Hát, a standtól láttam elfutni. Na, az kell! Valami embert, jó, merre futott? Merre futott? Gyanús volt, jó, merre futott? Azt mondd el nekem, hogy merre futott. Légy szíves, azt mondd, hogy merre futott, kérlek. Kérlek szépen. Jobbra, azt hiszem, a dombok felé, oké. Bocs, srácok, itt úgytem egy kis vizet. Neked jobbra, vagy nekem jobbra? Neked jobbra? Neked jobbra futottál? Arra fele?
Arra felement, mert akkor én is arra megyek. Igen, jó, oké. Oké, megvan az irány, srácok. Akkor megyünk megkeresni. Sok sikert, fiam, köszi. Megyünk megkeresni. Nagyon remélem, hogy találunk is valamit, és meg is tudjuk találni, hogy merre futott, mert kéne ez a cucc, meg mi az, hogy felrobbantja csak úgy random a izémet. Na jó, szét kell nézni, hogy igazából merre. Aha, na várj, ott egy ajtó, oké, ott egy ajtó. Az már ugye önmagában gyanús, okés. Talán esetleg, hogyha ott megtalálnám, akkor van rá valami esély, hogy... Aha, itt is van, hello, csá! Hello! Na ide figyelj, te elloptad a cuccaimat. Aha, itt is vannak az összes cuccom, amit ellopott tőlem. Gyanús Valusi! Na figyelj! Mesélj nekem! Miben segíthetek? Elloptad az érceimet és felrobbantottad a standomat. Talán abba segíthetsz? Átvertél engem, tudod? Wow. Nem is ismersz? Jó, rendben, tudod mit? Akkor hívom a rendőrséget, okés? Ez pontosan szerintem elég bizonyíték volt, amit itt a videóban felvettem, nem? Rendben van, oké, ne hívjam a rendőrséget? Jó, hát akkor nem hívom. Amúgy vicceltem, hívni fogom szépen a rendőrséget. Vár szépen, ütögetsz? Ütögetsz? Jó, rendben, hát csinálhatjuk ezt is. Na, félsz tőlem? Félsz kistől? Ja, Istenem, srácok, na jó. Nem öljük meg, nem akarom bántani. Na. Hova menekülsz? Nincs menek... Ne, figyelj, állj meg! Falusi... Jó van, oké, akkor tudom, mit csináljuk ezt. Jó, tudom, mit csináljuk ezt, nekem mindegy. Állj meg! Szállj le a malacról! Jó van, én nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudtam vele mit kezdeni. Ki szétrobbantott az egészet, el akart menekülni egy malacsal, mondjuk nem tudom, hogy miért pont egy malacsal. De mindegy, wuf, lesz hamis. Igen, lesz, tessék. Itt van a sült hús, meg van itt steak is, mindent kapsz kis. Hát srácok, el tudtuk kapni a srácot igazából. És ja, a disztó, nem, a malacot nem eszed meg, ő cuki malac, ő nem tehet az egészről. Na, srácok, köszönöm, hogy dobtok fel ebben a videóban, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ha még szeretnétek ilyen videókat, akkor mindenféleképpen jelzitek egy lájkkal, nyomjatok meg a csengőt, meg mindent, és közel állunk a 90 ezer feliratkozóhoz, és a 90 ezer feliratkozó az már közel áll a 100 ezer feliratkozóhoz, szóval irtozatosan nagyon örülnék, hogyha feliratkoznátok a PGT nevű csatornámra, és ja, és ne felejtsük, hogy ez a videó után kezdődik a Dani Kalandokon a következő videóm, szóval ott találkozunk. Sziasztok!